Zsebúz. Szia, Zsuzsa. Ede azt kérdezi tőlünk az Olux-en keresztül, hogy igaz-e az, hogy az autók végsebességét mesterségesen korlátozzák. És ezért is hívtunk téged, mint az esztergomi gyár szerviz trénerét, hogy segíts nekünk megválaszolni ezt a kérdést. Ezt a legegyszerűbben úgy tudnánk kideríteni, hogyha kipróbálnánk ezt a végsebességet. Áll előttünk 3 kilométernyi legyenes aszfalt, és ezt bizony ki is fogjuk most próbálni. De csak hogy biztonságban érezd magad, nem én fogok vezetni. Felkértünk egy profi vezetéstechnikai trénert, ő fogja átvenni a helyem, és vele fogsz menni egy karikát. Rendben, vágjunk is bele! Hello! Készen állunk? Készen állunk. Induljunk, nézzük akkor meg, hogy mekkora az autó végsebessége. Akkor nagy gáz, kis szerencse. Segíteni. Köszönöm, hogy kipróbáltad velem. Én köszönöm a lehetőséget. Hello, megint! Szia, Benvenus! Szia! Na, milyen volt? 180-185-ig gyorsultunk fel, de éppen azt beszéltük, hogy ha hosszabb lenne ez a kifutópálya, akkor tovább is bírná az autó. Szóval még így is rövidnek bizonyult. Így van. Kár érte. Viszont láttuk, hogy nincsen korlátozva a végsebesség. Én is azt gondolom, hogy ha rendelkezésünkre állt volna egy nagyobb útszakasz, illetve vannak sajátosságai az autónak, ami szintén közrejátszott ebben a tesztben, biztos vagyok benne, hogy sikerült volna gyorsabban is menni. Arra gondolsz, hogy mondjuk esetleg az automata váltó vagy a hibrid technológia bezavarhat ebbe, ugye? Igen, biztos vagyok benne, hogy alapvetően egy automata váltót a komfortra hangolnak, nem arra, hogy sebességrekordokat döntsünk vele. Az automata váltó úgy van hangolva, hogy városi közlekedésnél, kényelmesen kuplungozás nélkül tudjunk vele közlekedni. A környezetvédelem az elsődleges szempont az, hogy takarékosan tudjunk ezekkel az autókkal közlekedni. Én nem lepődtem meg az eredményen. De akkor kijelenthetjük, hogy szoftveresen mi az esztergomi Suzuki gyárban nem korlátozzuk a végsebességet. Így van, ez teljes mértékben igaz. Szeretnék megkérni mindenkit, hogy ne próbálja ki otthon, amit most mi csináltunk a reptéren. Ne felejtjétek, első a biztonság, mindig tartsátok be a sebességkorlátokat az utakon, illetve legyen becsatolva a biztonsági övetek. Amennyiben további kérdésetek lenne a Magyar Suzuki esztergomi gyárával kapcsolatban, vagy az ott gyártott modelljeinkről szeretnétek érdeklődni, írjatok nekünk az Olux-en keresztül.